Maradt az olasz kapcsolatnál a Budapest Honvéd futballcsapat, csapata miután a távozó rossz edző helyére az egykori szandóriás ikon Pietro Vierhovodat szerződtette, akivel hat forduló után tizedikek a kispestiek 7 ponta. Az idei elvárásokról a megkörnyékezett Del Piero-ról, stadionról szóval a piros-fekete aktualitásokról kérdezik. George F. Hemingway klub tulajdonos, jó jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! E, ugye se dalai láma nem lesz, se oroszlán az állatkertben. Melyik lehet volna szívesebben? Hát a dalai Lama az mindig olyan, 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 kedves dolog volt. Én úgy gondoltam, hogy dalai lámának lenni nem rossz. Megy az ember a világon, igaz, hogy kopaszon osztja az észt, mindenki szeretettel fogadja, az szóval ez nem egy rossz dolog. Na de most ugye Del Piero sem Kispestre, hanem Indiába megy. Mennyire volt komoly az érdeklődés, mert ugye ön is elviccelődött rajta, amikor ez felvetődött, de valami valamifajta kapcsolatfelvétel mégiscsak volt. Az igazság az, hogy sokkal komolyabb volt, mint ahogy én ezt érzékeltettem. Ah, Igen? Persze. Nem, 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 akartam az emberek, hát hogy az emberek várják, hogy olyan. A Del Piero valóban tárgyalt a mi nemzetközi a nagyon komolyan. Mm -hmm. Igen. Az történt, hogy ő egy ajánlatot, hogy nagyon ajánlatot kapott Indiából. És a mi sportszergyártónk felvetette, hogy ők esetleg megadnák ugyanezt az összeget Del hogy hogyha az ő arcuk lenne Európában, és ugyanakkor a következő fél évet, évet nálunk tölteni, és itt játszani Honvédban, tehát aktív játékos maradna. Önnek ez nagyon tetszett. Elmondás szerint sokkal szívesebben jött volna Budapestre, mint Delhibe, de az, a, az volt a követelmény, hogy az elmúlt szerdáig a sportszergyártónak a bankgaranciát be kell mutatni, hogy jöjjön. Na most a sportszergyárt azt mondja, hogy 8-tól 20 napig tart, amíg a banka megszerzi. Jött szerda, szerdára nem tudták bemutatni, de azt mondta, miután az indiaiak ajánlata szerdán este lejárt, hogy nem akar két cég között a földre kerülni, és így elment Indiával. Mert egyéb iránt a sport, egy, egy olasz sportszergyártó Igen. cégről beszélünk, az ő ajánlatuk az versenyképes lett volna az indiaival? Abszolút. 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 És akkor, hogyha ez időben meg lett volna, és ő Európát választja, akkor meg miért pont a Honvéd? Vagy ugye vannak még csapatok, a, a, amelyek ennek a sportszergyártónak a mezében játszanak, bármik jellemzően most én inkább olasz csapatokat tudnék mondani, és itt egy európai terjeszkedés Igen, volt a cél, mi? ha jól értem, igaz? Európai terjednek olasz, szlovén és magyar csapat, van, mi vagyunk a magyar csapat. Igen. És uh, én azt gondolom, hogy a Honvédban ő egy állandó kezdő lett volna. Szlovénia azért Eléggé, hát nincs olyan jó helyzetben a labdarúgás, tekintetében nagyon kis ország. Olaszországban, meg gondolom én, lehet, hogy nem lett volna kezdő mondjuk egy nagy olasz csapatban. Tehát logikus volt a sportszergyártó döntése. A másik dolog pedig, ugye, hogy a mi nemzetközi közösségünk jött az ötlettel, tehát azért az ötletgazdának is van egy kis előnye. Na ja, világos, tehát az ötletgazda meg a sportszergyártó találkozott itt, és akkor hát, akkor, hát akkor fogytak volna a kis Pest mezek, nem? Azt gondolom, hogy igen, de, de még mindig nem adtuk fel teljesen. Most komolyan? Komolyan, igen, mert... Delhi-Budapest légi híd van? <laughs> nem. Az ő szerződések december 20 ig van Delhiben. Úgyhogy mi még mindig próbálgatjuk a tavaszi szezon. Tehát, hogy a tavasszal ez meg... Igen, mert próbáljuk, nem mondom, Akkor már van idő hogy... a bankgaranciára, és akkor igen, lehet, igen, tudnak igen, egy versenyképes igen. ajánlatot tenni. Igen, de próbáljuk. Kell. Azt hadd kérdezzem, hogyha már Fabio Cordella, és ez az, az olasz szál, hogy a honvéd játékos politikájában ez most már eldöntött, és a jövőben is így lesz, hogy elsősorban is, illetve kizárólag a, a Cordelló olasz kapcsolataiból, illetve az akadémiából kívánnak meríteni. Nem. Nem? Az akadémiából igen, Cordelló olasz kapcsolataiból nem. Tehát ő hozhat valakit, más hozhat valakit, ha jön. Ugye az álom az az hogy elérünk oda, hogy nem, most a hétvégén azt hiszem négy akadémista kezde, négy magyar játékos kezdet és hét magyar játékosra fejeztük be a mérkőzést az Újpest ellen. Az állam az lenne, hogy egyszer majdnem mindenki az akadémiáról jöjjön. Tehát magyar játékos, hogy most az akadémia jönnek, kemenet Szabolcs, jöttek kemenet Szabolcs kérdéseket. Az lenne az állam, hogy, hogy ez megtörténjen, ez még kell egy pár év, de minden kritika ellenére mi nagyon szépen, konzisztensen építjük be az akadémista, akadémistákat. Persze, egy akadémistának legalább olyan jónak kell lenni, mint annak az embernek, akit kiszorít. Pietro Vierho volt edző, mit szól az akadémistákhoz? És mit szól az akadémia az, amit itt látott és talált az akadémia? Hát őneki nagyon tetszik az akadémia, azt kell mondanom. Kicsit meg is lepődött, hogy milyen szervezet, ezt emelik ki mindig, hogy milyen szervezet. Ő egy vérprofi. Tehát ő azt mondja, nekem, én soha nem fog senkit betenni azért, mert akadémista. Az Újpest ellen két akadémistát kezdetett. Nem, nem, nem. Kezdőben. hét, nem tudom hét magyar játékos játszott. vegyük ki, abból Kemenes Szabolcs, akkor az hat. Tehát hét fiatal, hat fiatal magyar játékos játszott, Kemenes Szabolcs 26 éves, mondjuk, hogy már nem gyerek. De ennyien játszottak. Minden játékos, aki bekerül a csapatba, legyen ez uh, Prosser, vagy Holländer, vagy barátbot a Nagy Gergő, Écsei, Bálint, azért kerül oda, mert jobb, mint egy másik játékos, aki nálunk van, vagy ő a legjobb erre a posztra, amit mi ami nálunk van. Tehát mi nagyon minőségorientáltak vagyunk, én soha nem akarom, hogy valaki azt mondja, ja, hogy hát azért tették oda, mert akadémista. Ilyen, ilyen nálunk nincs. Azért tesszük oda, mert a legjobb, és próbálunk olyan akadémistákat nevelni, akik nemcsak, hogy beférnek a csapatba, de kiszorítanak másnak aki esetleg ott van. A mostani olasz trénerrel jobban kijön, mint az elődjével, Márkó Rosszival? Én nagyon jól kijöttem Marco Rosszival, és nagyon jól k... <laughs> kijövök Piotrróval nekem... nekem. Igazából tehát trénerekkel különösen bajom talán egy kivétele nem volt, és ő, ő vele is csak akkor, amikor hát furcsa dolgokat művel. De különben nekem trénerekkel nem volt bajom, én nem. Nem szoktam tényleg veszekedni. Mennyire elégedett az edző munkájával idáig? Azt gondolom, hogy ő mindent megtesz annak érdekében, hogy eredményt érjen el. Ha azt kérdezi, hogy elégedett vagyok a hét ponttal, a válasz erre az, hogy abszolút nem. Hiszen nekünk a nemzetközi indulás a cél, nem a tizedik helyről tudunk indulni, hanem csak a minimum a harmadik helyről vagy a magyar Kupa megnyerésével. Ettől független a munka, amit végez, a az elégedett, hogy az eredménnyel még nem de azért azt látni kell, hogy nem ő az, aki két méterre a kaputól üres kapuba kihagyja a, a gólhelyzetet. Nagyon sok helyzetet alakítunk ki, ez az edző a, munkája. Sok helyzetet alakítunk ki, nem rúgjuk be, ez inkább a játékos hibája. De mi ennek az oka egyébként? Megbeszélhetünk ebbe magyar betegségről? Vagy azért a légiósokat figyelmében ne beszéljünk magyar betegségről? Hát nem beszélhetünk magyar betegségről, mert mert kik azok a légiósok, akik berúgják, tehát itt, itt minőségről beszélhetünk, nem magyar betegségről, és ha betegség van, az impotencia. Uh -huh. Szellemi impotencia, mert általában a helyzetekben nem rúgnak be, nem azért nem rúgják be, mert nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, hanem azért, mert mert blokkolják, leblokkolják a dolgot, és azt gondolom, hogy ez minőség kérdése, tehát amikor egy játékos elér oda, hogy komoly minőséget képvisel, akkor ez berúgja. Amikor nincs formában, vagy a játékos olyan, hogy nem képvisel megfelelő minőséget, akkor nem rúgja be. És azt gondolom, hogy ez nem se nem magyar, se nem bosnyák, se nem kínai, ez ez, ez egy minőségkérdés, uh -huh. minőségi kérdés. Uh, mi lesz, mennyien váltották ki a szurkolói klubkártyát idáig? Ezt nem tudnám önnek pontosan megmondani, azt tudom, hogy augusztusban, amikor megnéztem, akkor ezer volt. Azóta nem nem tudom, ma nem tudom pontosan, hogy máig hány volt. Azért is kérdezem, mert ugye a, a klubkártya bevezetésével úgy kalkulál, hogy átmenetileg még tovább csökken a nézőszám? Ö, a berzenkedések meg az ellenőrzések. Nálunk, a nálunk talán nem, mert nálunk csökkent a nézőszám a szezon elején. A, ez egy nagyon összetett kérdés, tudja, Nekünk az ultrákkal volt, voltak problémáink, bizonyos ultrákkal. Már csak múlt időben? Most igazából nincs probléma, nem jönnek. Tehát ha nem jönnek, akkor nincs probléma. Ugye? A probléma az az, amikor egy konfrontáció van. Azt gondolom, hogy, hogy ez a, azoknak a csoportoknak, és most nem az ultrákról beszélek, nem, hogy megint félreértsen, uh -huh. azoknak a csoportoknak, amelyek a rasszizmust, az antiszemitizmust, a cigányozást, az ordinári viselkedést, a bűnözést, az összetűzéseket, a verekedéseket kedvelik. És amelyek azt gondolták, azt gondolják, hogy ez a labdarúgó pályára való, azoknak a hattyú dalát látjuk. Tehát lehet, hogy még lesz egy-két, és most nem csak nem a Honvérról beszélek, mert a Honvér Persze, a béke általában, általában, az általában. Vannak olyan szurkolók, akik berzenkednek, nem ilyenek, normális szurkók, de mégse fognak kimenni a stadionba. Hát azt én sajnálnám, ha így, így van, vagy így lenne, mi a családokat ki akarjuk vinni, egy jaj egy el fog tartani. Azért látható a Ferencvárosnak, ugye, a, abban a tekintetben, hogy nem lépnek fel, vagy nem léptek fel rendesen a renitensek ellen, a Ferencváros labdarúgó csapata volt a legbűnösebb. A Ferencváros vezetősége volt a legbűnösebb mindig. amíg Kubatov Gábor jött. Na most, hogy komolyan fellépnek a bűnözők ellen, komolyan fellépnek. Az antiszemitizmus, a rasszizmus ellen. Komolyan fellépnek a bűnözők, a bűnözés ellen, és ennek meg lesz az eredménye. Látható már, most tessék megnézni, szerintem a Ferencváros néző száma az új stadionnal ebben az évben nem csökken, hanem növekedni fog. Hogy visszajönnek az emberek a stadionba. Ne tévesztem, hogy ez az örökrangadó. rangadó kis testi az, 800 az, az, az néző. 1000 az néző volt, ezer néző. Én ott, ott voltam, tehát láttam, ezt, ezt tanúsíthatom. De ennek, ha érdekli, elmondom, hogy, hogy mi volt ennek az oka, ez egy, egy különleges dolog volt, nagyon rosszul csinálták, de ettől függetlenül. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, az FTC most jó úton jár. Ki kell bírni ezt a nyomást, amit kapnak, de most először, mióta én a Magyar Futba vagyok 8 éve, látok egy menedzsmentet, amelyik azt mondja, hogy oké, okay, volt egy probléma, van egy probléma, ezt mi fölvállaljuk, ezt mi megoldjuk és semmi fenyegetés, meg nem jövünk, meg fehér ruhát viselünk, meg nem tudom micsoda, nem fog minket ettől eltántorítani. Ezt most látom. Először. Ferencvárosnál. Tehát ez, ez egy nagyon jó dolog. Az, az Örökváros <laughs> MTK FTE-szerű az volt a legnagyobb probléma, hogy csak a saját stadionban árultak jegyeket, és nagyon sok szurkoló kint volt, fradista is, meg MTK is a stadionba, és valami oknál fogva, nekem azt mondja, hogy a rendőrség így rendelt el, nem, nem, nem ö, adtak el jegyeket. Tehát csak az elővételben elment, ezer jegy volt eladva, azok voltak, tehát ezer ember volt ott, akik elővétel, vagy bérletesek voltak, vagy elővételben megvették a jegyeket. Úgyhogy ha jól uh, hallottam, akkor is azt mondom, hogy jól hallottam, 800 valamennyi jegyet adtak el, és volt még vagy 150 bérletes. Tehát uh, ezren voltak. Azt mondja meg, hogy Kispesten uh, idén milyen átlagnéző számol, uh, számol az üzleti terveiben? Én azt gondolom, hogy uh, a. Szezon végére olyan 2000-2000-es számolhatunk, és most úgy 1000 és 2000 között vagyunk ebben a pillanatban, de még nem voltak igazán számottevő mérkőzések. És tehát nem volt még. Újpest, Ferencváros, Debrecen. 2000, 2000 fölé fog menni a, az a úgy, úgy És én, én azután években pedig emelni fog, és amikor megjön, lesz az új stadion, akkor szerintem radikálisan emelni fogjuk. E, erről az új stadionról már van teljes és pontos menetrendjük az építkezésről? az, ugye mi egy utánpótlás központot építünk először, aminek jövőre valamikor kész kell lenni. Valamikor jövő évben, közepén végén kezdjük el a stadion építését, Előzetes tervek vannak, kivitelezés tervek még nincsenek. A kormány megszavazta megfelelő támogatást erre a stadionra. Azt gondolom, ez alapján fogjuk felépíteni, hogy most elmondtam. Hát akkor jó munkát, mert izgalmas szezonjuk lesz ezen az őszön, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.